Pályaorientációs tanácsadással segíti a diákok választását a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az általános iskolás tanulók többek között céglátogatásokon vehetnek részt a könnyebb választás érdekében. A pályaorientáció már az általános iskolában kezdődik, ugyanis a megfelelő középiskola vagy gimnázium kiválasztása hosszú időre befolyásolhatja a diákok jövőjét. A pályaorientáció felméri a készségeket, képességeket, segít az érdeklődési körök megismerésében, annak érdekében, hogy az elképzelések és a realitások összhangba kerüljenek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Kereskedelmi és Iparkamara táborokat is szervez az általános iskolásoknak a Kisvakon segítségével. A diákokat ennek keretében különböző cégekhez és vállalatokhoz viszik. Itt különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg, interaktív játékokon vehetnek részt, és a termelési folyamatokba is betekintést nyerhetnek. És a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Mackó Mónika, a megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tanácsadója. Elég idegen szó ez a pályaorientáció. Segítsen egy kicsikét elmagyarázni, hogy egyáltalán ez mit jelent, másrészt pedig mi a pályaorientációs tanácsadó feladata. Jó napot kívánok! A Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége főként az általános iskolás 7.-8. az idén már a 6.-7.-8. osztályra terjedt ki, illetve az általános gimnáziumokban tanulókra is. Igazából a pályaorientációnak, a kamarai pályaorientációnak az a célja, hogy a szakmákat népszerűsítse, a megyei vállalkozásokban lévő hiány területeket népszerűsítse, illetve azokat a hiány szakmákat, amelyek évről évre a megyében kihirdetésre kerülnek, és az iskola választását megkönnyítse, illetve a szakma választását a diákoknak. Természetesen erre sok eszközünk van, főként szakmai nagy rendezvények, helyi rendezvények, osztályfőnöki órák, céglátogatások, ahogy már az előbb említésre került. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Hiszen azért ez eléggé összetett feladat lehet, mert ugye az általános iskolában is fel kell mérni akkor az igényeket, illetve fel kell mérni az igényeket a szakmában is, a gyakorlatban is. Így hogy van. Néz ez ki? Azt gondolom, hogy a kamarai pályaorientáció, így ahogy említette, egy ilyen koordinációs feladattal tudja ezt elősegíteni. Nagyon sok általános iskolával van kapcsolatunk, és ugye a Kereskedelmi és Iparkamara mi voltunkból adódóan nagyon sok céggel, vállalkozással, vállalattal van kapcsolatunk. Ezért talán szerencsés is, hogy sok eszközünk van arra, hogy a pályaorientációt egy széles skálán tudjuk a diákok irányába megmutatni. És hogy néz ki ez a gyakorlatban? Hát fölvesszük az iskolaigazgatókkal a kapcsolatot, fölmérjük az igényt, a 7.-8. osztályfőnökökkel megbeszéljük, hogy mi lehet a mi közös célunk. Természetesen, mivel 5 éve működik már a kamarai pályaorientáció, már vannak igényjelzések úgy az általános iskolák részéről, mint cégek részéről, hogy szeretnének velünk együtt dolgozni, és akkor ezeket az igényeket is igyekszünk összehangolni. Általában egy osztályfőnöki órával fölvesszük a diákokkal a kapcsolatot. A diákok igénye számunkra a pályaorientáció szempontjából az elsődleges. A célunk az, hogy megkönnyítsük az iskola választást, megkönnyítsük a szakma választást, a pályaválasztási döntésüket könnyítsük meg. Ha ezt interaktív, játékos osztályfőnöki órákkal tudjuk megvalósítani, akkor erre is van lehetőség, akár többször visszamegyünk egy iskolába, illetve ha ezt gyakorlatban, céglátogatások keretében szeretem céglátogatásra vinni a diákokat, mert egy cégen belül nem csak egy termelési folyamatot, hanem a cégvezetőtől, a könyveléstől, a titkárnőtől, a takarítónőig minden szakmát be lehet mutatni, meg lehet mutatni a gyerekeknek egy picit a munkavilágát, mennyi ember kell ahhoz, hogy kijöjjön egy termék egy cégből,
például a Kölcsei TV-ben is voltunk tavaly, és nagyon nagy érdeklődéssel figyelték a gyerekek, hogy nem is csak műsorvezető kell ahhoz, hogy ezt a tévét nézhessék. Igen, a csapatot nem látja, a csapat nagy részét nem látja. A néző. Említette, hogy most már 6., 7., 8., korábban a 7., 8. Mi indokolta azt, hogy bővítsék az évfolyamok körét? Igazából az igény. Az általános iskolai vezetők, illetve az osztályfőnökök jelzése és a szülők jelzése, mikor a 7. osztályfőnöki órákon vagy szülőértekezeteken a szülőkkel találkoztunk, hogy többször felmerült az igény, hogy lehetne ezt így korábban kezdeni 5., 6. Osztályba, és így már az idén a célcsoportunkat kibővítették a 6. osztályig, illetve azt gondolom, hogy nagyon jó az idei évben kormányrendelet biztosította az iskoláknak, az általános iskolásnak, hogy iskolai pályorientációs rendezvényt kell az általános iskolákban megvalósítani, ez pedig már 1-től 8. Igazából minden korcsoport a saját igényének, saját képességének megfelelően picit már orientálva van. Ugye természetesen alsóban ezt még nem olyan szinten kell elképzelni, mint a felsősök körében, de például tegnap volt egy 650 főt megmozgató iskolai pályorientációs rendezvény a Móricz Zsigmond általános iskolában, amiben a kamara is cégek, partnercégekkel részt vett, és ott konkrétan érzékelhető volt, így is készültünk, hogy korosztályonként, korcsoportonként más-más interaktív foglalkozásokkal. Beszéljünk egy kicsikét arról, hogy mi a tapasztalat, hogy akkor ebben a korosztályban, ebben a korcsoportban mennyire tanácstalanok a fiatalok, a gyerekek az elhelyezkedéssel kapcsolatban. Hiszen hát azért tényleg itt egy 11-12 éves gyerekről beszélünk, még nem feltétlenül a jövő jár az eszében. Hát információéhesek, én azt tapasztalom a gyakorlatban. Igen, elég tanácstalanok, nagyon, és ezért is igyekszünk a kolléganőmmel együtt minél jobban megmutatni nekik a munkavilágát. Nyitottak? Igen, én azt gondolom, hogy ez az a korosztály, nyugodtan mondhatom 5.-től 8., akik nyitottak. Pontosan azért, mert nem tudják még, hogy merre, szeretnének jó döntést hozni, ezért nekünk az a tapasztalatunk, hogy éhesek az, és szívesen vesznek részt a rendezvényeinken, szívesen jönnek velünk akár megyei, akár országos rendezvényre. Mi iránt érdeklődnek a leginkább? Ami interaktív. Tehát azt gondolom, hogy ez a mai gyerek érdeklődéséből is adódik, hogy ami játékos, ami interaktív, amiben kipróbálhatja magát, amit megfoghat. Tehát tegnapi rendezvényen is gumiabroncsba dobálták a játékot, közben tehát tabletten próbálták ki a képességeiket. Tehát ugye igyekszünk a kornak, az igényeiknek megfelelően igazodni az eszközeinkkel is. És hogyha szakmákat nézünk, akkor mi az, ami a leginkább érdekli őket? Lehet ilyet mondani? Hát, mivel minden egyén más, minden gyerek más, és azt gondolom, hogy a érdeklődésük is, nagyon nehéz erre egy-két mondatban válaszolni, mert ha csak egy tegnapi csoportot említek, ugye szoktunk ilyet játszani, hogy mi leszek, ha nagy leszek, hogy jövök vissza 10 év múlva egy osztálytalálkozóra, milyen szakember leszek, és ebből 20 emberből 15 gyerek mást mond. Tehát fodrász, rendőr, focista, tehát ezek az alap szakmák, amelyeket sokat említenek, de van nagyon sok szoftverfejlesztő és ács, asztalos is szeretne kikerülni az iskolapadokból, amit mi nagy örömmel segítünk. És akkor nézzük a másik oldaláról, hogy milyen hiányszakmák vannak jelenleg Nyíregyházán. Hát önök akkor tartják a kapcsolatot a cégekkel, és tudják, hogy hova kellene inkább motiválni, ösztönözni a fiatalokat, milyen irányba. Vannak cégek, akik konkrétan megkeresnek bennünket, hogy akár céglátogatásra vigyünk diákokat, mert szükségük lesz, és látják, hogy a jövő nemzedékére és pár év múlva is a munkaerő hiányt szeretnék már úgymond preventíve ezzel elősegíteni, vagy pótolni. Csak ha példát említek, a Marsó Kft-vel így kerültünk kapcsolatban az idén, a Michelin Hungáriához, a Jabilhoz az idén,
ilyen igények mentén vittünk diákokat, hogy konkrétan munkaerőhiány volt a jellemző, és a hiány szakmát az pedig egy másik körből közelíteném meg. Minden évben meghatározzák a hiány szakmákat. A megyében jelenleg is van 20 hiány szakma, az ács, bádogos, gyakorló ápoló, mentőápoló, központi fűtés, vízvezeték szerelő, nem is tudom felsorolni ezt a 20-at, de igazából az osztályfőnöki órákon erre, és a szülőértekezleteken is erre nagy hangsúlyt fektetünk, hogy értsék is a szülők, hogyha hiány szakmában tanul a gyerek, több esélye van esetleg elhelyezkedni az iskola elvégzése után, illetve támogatott ösztöndíjjal lehet középiskolába járni, amely közel 50 ezer forintos ösztöndíjat jelenthet már egy középiskolás számára is. Azt gondolom, hogy vannak olyan vidéki családok, akiknek ez egy óriási könnyebbség, hogy a Szabó ösztöndíjjal tanulhat a gyermekük, akár egy kollégiumi ellátást könnyebben tud finanszírozni, akár egy bejárást, akár hátrányosabb helyzetből is bekerülő családból diák, aki egy ilyen ösztöndíjjal élni tud. És mi a tapasztalat? Magasabb lett a nimbusza a szakmának, a szakma tudásnak az utóbbi időben? Én azt látom, hogy egyre több, két éve dolgozok ezen a területen, tehát én a két éves tapasztalatomról tudok beszélni, egyre több diákban, szülőben fogalmazódik meg az, hogy legyen egy jó szakma a gyerek kezébe, mert hogy azzal talán jobban tud érvényesülni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden család ezt így gondolja. Azt gondolom, hogy tehát vannak azok a gyerekek, akik a jövőben is általános gimnáziumokba fognak járni, egyetemen, főiskolán tanulni, de az, aki ma még ács akar lenni, az lehet, hogy a jövőben építőmérnök lesz. Tehát, hogy ez a szakmából való felsőfokra menő továbbtanulás, vagy akár lehet, hogy ma még mérnök akar lenni, de a képességeiből adódóan csak egy kétkezi munkát fog végezni, idézőjelbe teszem a csakot. Azt gondolom, hogy egyre jobban látják a gyerekek, családok, hogy jó megélhetést tud biztosítani egy jó szakma. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.